24 órás jótékonysági maraton szervezett a Szegények Világnapján a Sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat. Ferenc pápa tavaly vezette be az egyházban a szegényeknek szentelt világnapot. Az ENSZ adatai szerint a világban több mint 700 millió ember él mély szegénységben, ami azt jelenti, hogy mindennapi fenntartásukat sem képesek biztosítani. A Máltai Szeretetszolgálat mintegy 160 önkéntese vett részt a Sepsiszentgyörgyi Jótékonysági Maratonon. Szombat éjfélkor találkoztak, szendvicset, süteményt, teát készítettek, aztán felkeresték a város utcái meghúzódó hajléktalanokat. A Máltai Szeretetszolgálat által működtetett éjjeli menedékhelyen jelenleg 27 hajléktalan tölti az éjszakát, és még körülbelül 10-en élnek az utcákon. Reggel a hajléktalan szállóról távozók is kaptak szendvicset és forró teát. Máltai Szeretetszolgálat az egy szociális szervezet, és nap mint nap segítünk, nap mint nap próbálunk tenni valamit a szegényekért, a rászorulókért. De úgy gondoltuk, hogy ez a nap egy picit más tud lenni, és más kell, hogy legyen, ugyanis itt van lehetőségünk és van alkalmunk arra, hogy megszólítsuk a lakosságot, Sepsiszentgyörgyi lakosságát, és megkérjük, hogy ők is tegyenek egy picit ezért a szolgálatért, egy élelmiszercsomaggal, egy jó szóval, esetleg egy mosollyal. Tessék, oda. Az önkéntesek tartós élelmiszert is gyűjtöttek a belvárosi református templom előtt. Az adományokat az adventi időszakban juttatják el az érintetteknek. Napközben meglátogatták az idősek otthonát, ahol gyümölcsöt és tisztálkodási szereket tartalmazó csomagokat ajándékoztak a bentlakóknak. Nagyon tartalmas nap volt a mai, egy pillanatig sem álltunk meg. Az Örkői Roma telepen a kisgyerekekkel együtt készítettünk ennivalót, valamint a több gyerekes szegény családoknak is tartós élelmiszercsomagot juttattunk el. Összesen 283 darab tartós élelmiszercsomagot juttattunk el körbe az egész városban. A Sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat székhelyén szentmisére és ebédre hívták azokat, akiknek folyamatos segítségre és oltalomra van szükségük. A Világbank adatai szerint Románia lakosságának csak 1%-a él a globálisan meghatározott középosztálybéli standardok szerint. 1 millió ember pedig mély szegénységben él, olyan marginalizálódott közösségekben, amelynek 3,2%-a városi, míg 6,2%-a vidéki környezetben van.